Köszöntöm Önöket, ez itt a Zöld közelben, a Rákosmente TV ökomagazinja. A kutyák mind lelki, mind fizikai segítséget tudnak nyújtani az ember számára. A mai adásban a Lehetőség App terápiás alapítványról és annak tevékenységéről fogunk beszélgetni. Vendégem Lambert Krisztina, kutyakiképző, kutyatréner, üdvözlöm! Jó estét kívánok! Ugye itt a 17. kerületben működnek, ide köthető a tevékenységük. Beszéljünk az alapítványról, mikor és milyen céllal indult el? Ez az alapítvány, a Lehetőség App terápiás alapítvány már régi álmom volt. Nagyon régóta foglalkozom a gazdikkal és a kutyáikkal, és az évek során kialakult egy új módszer, amit rájöttem, hogy sokkal nagyobb szükség van a gazdiknak erre a tevékenységre, mint azt, hogy lejöjjenek és esetleg hirtelen negatívan és eléggé keményen kezdjenek bánni a kutyáikkal. Ugye változik a világ, változnak a nézetek és nézőpontok is, egyre gyengébb érzületiek a kutyák, úgyhogy egy új képzési módszert igyekeztem kialakítani, és ezzel kapcsolatban jött létre. 2015-ben lett bejegyezve a törvényszéken a Lehetőség App terápiás alapítvány, de már előtte is azért a régi kutyások, meg akik jöttek utánam, azok a képzési területünkön már velünk voltak. Hogyan tanítják a kutyákat? Milyen módszereket alkalmaznak? A képzési területen többféle módszerre van lehetőség, mikor melyik gazdi melyiket szeretné kipróbálni. Többek között a szocializációs és fegyelmező tréning. Ennek azért olyan összetett a neve, mert nagyon sok befogadott kutyus is van közöttünk, és a befogadott kutyusok nagy része nem teljesen szocializált. Kihozzák kennelekből őket, nem ismerik annyira az ember közelségét, tudják, hogy az ember enni-inni ad nekik, de többet nem. Az, hogy elvárások is vannak irántuk, ez már nekik egy idegen dolog. Úgyhogy erre vonatkozóan történik ez a szocializációs tréning, és természetesen a gazdiknak is ugye szaktanácsot adunk a kutya tartásával kapcsolatban, képzésével kapcsolatban, tehát ez egy ilyen nagyon összetett tréning. El vannak-e különítve a kutyák, tehát hogy a befogadott kutyák és a nem befogadott kutyák? Nem, semmiképpen. Sőt, az a fő célom, hogy az idős és a fiatal kutyák is legyenek együtt, hiszen az utcán is, hogyha sétálnak a kutyák a gazdáikkal, illetve hát fordítva a gazdák a kutyáikkal, ott sincs leválogatva se a korosztály, se a befogadott, se a fajta tiszta kutya. Mindenki együtt van, és igyekszem először a gazdák felé leüzenni azt, hogy kell bánni azzal a kutyussal, hogy ráfigyeljen, és a legfőbb szempont ott is a gazdára való koncentráció. Mindenfajta kutyát meg lehet tanítani a helyes viselkedésre, illetve hány éves kortól érdemes ezt elkezdeni? Pár hónapos kortól már várjuk szeretettel a gazdikat kutyusukkal együtt, bármilyen kutyussal, és mindenre meg lehet tanítani őket, fajtától és nemtől, és mindentől függetlenül. Hogyan is néz ki akkor egy ilyen tréning? Tehát a vezényszavakat gondolom az ül, fekszik, ezen kívül mi történik még, miket tanulnak meg? Az első és a legfontosabb szempont, amint már említettem először is, hogy a gazdira koncentráljon a kutya. Ez sem egy egyszerű feladat ezt megvalósítani a gazdinak. Házi feladatot szoktam adni minden gazdának, személyre szabottan, és kikérdezem, előfordul, hogy kikérdezem. Azt hiszik a gazdik sokszor, hogy nem emlékszem rá, hogy mit adtam nekik házi feladatot, és akkor mondom, hát neked ez házi feladat. Igen, nem értem rá. Uh-huh. Úgyhogy ez mindig tehát a legfontosabb a gazdira való koncentrálás. Hogyha ez megvan, és hogyha a nevén szólítja a gazdi a kutyáját, és ráfigyel, onnantól fogva szinte bármire sokkal könnyebben tanítható, mint hogyha egy negatív megerősítéssel képezzük a kutyánkat. Egyszerre hány kutyával foglalkoznak, és mennyi időbe telik a kutyáknak a tréningezése? Hétvégén vannak a képzéseink, szombat délelőtt és vasárnap, most jelenleg még az időjárástól függetlenül, illetve függően még lehet délután, vasárnap délután 1 órától tartani,
és általában egy olyan 15-20 kutya is együtt van, köztünk van, nagyon szakképzett trénerekkel van, úgyhogy, és hogyha már a gazdiknak van kedvük a tovább lépéshez, akkor van lehetőség rá a munkakutya tréningre is, ami szintén nagyon komoly szakképzett trénerrel van lehetőségük tovább folytatni a kutyák tréningezését, akár agilitivel, és akár más ügyességi feladatokkal. A munkakutyák mivel foglalkoznak pontosan, vagy mit akar az, hogy munkakutya? A munkakutya képzés, ez is egy ilyen specifikus képzés, kicsit keményebb. Ugye ez már egy vizsgát takar, vannak fokozatai ezeknek a vizsgáknak, az IPO vizsgáknak hívják őket. Egyéb kutyaiskolában, és mi nekünk is szándékunkban áll egy ilyen vizsgára felkészíteni, majd hogy nem két év egy ilyen vizsgára felkészítés a kutyáknál, és nagyon komoly fegyelmet, összpontosítást igényel, és a megfelelő előírt gyakorlatoknak a begyakorlása. Ez akkor ugye összefüggésben áll a terápiás kutyával, vagy lehet ezt így mondani, hogy más szóval a munkakutya az a terápiás kutya? Nem. Ezt leválasztjuk, tehát a munkakutya, az, ennek van egy neve, a munkakutya tréning. Ugye ebben van az őrzővédő tevékenység is, amiről ugye igen népszerű még az emberek között, de mi azért ezt igyekszünk elkerülni, és csak a munkakutya tréning keretein belül őrzővédőzni a kutyákat, mert azért ennek nem kis veszélye is van szakemberek segítségével. Másik értelemben, viszont átvitt értelemben valóban, tehát a terápiás kutyák is munkakutyák. Tehát munkára alkalmazzák, munkára fogják be őket, akár a segítő kutyák, ezen belül ugye le lehet választani a segítő kutyákat. A segítő kutyákban ott is van fajta specifikus módszer, tehát akár a személyi segítő kutyákról beszélünk, akár a nagyot halló embereknek a segítő kutyáiról, a vak segítő kutyákról, a terápiás kutyák pedig esetleg a Dankóros, Down-szindrómás gyerekekről, vagy a deviáns viselkedésű idős embereknél. Tehát azért mondom, hogy ezek is valóban munkakutyák, de ez egy másik csoport. Milyen kutyák alkalmazhatóak terápiás célokra? Terápiás célokra kiskorban szűrik már le ezeket a kutyusokat. Ha valaki lejön egy ilyen kutyussal, hogy ő terápiázni szeretne a kutyájával, akkor elmondjuk nekik, ugye egy szakszöveget adunk a kezébe, elmondjuk nekik, felvilágosítjuk, hogy ha ő szeretne terápiázni a kutyájával a gazdi, akkor a gazdinak is kell egy nagyon hosszú képzésen részt vennie, ez egy két éves, majd hogy nem két éves képzés, és mindenek előtt a kutyust le kell szűrni, hogy megfelelő-e arra a célra. Ugye, mivel említettem az előbbiekben, hogy sokrétű a segítő kutya és a terápiás kutya képzés, ezért van egy tehát egy összegzett szűrési rendszer a kutyusokkal kapcsolatban, hogy egyáltalán a kutya kommunikál-e, szemkontaktust tart-e minden emberrel, ez az egyik része, és van-e benne félelemérzet, hogy maximális bizalommal rendelkezik-e az emberek felé. Ha például, most mondok egy példát, ijesztően megy felé egy ember, akkor esetleg csóválva közeledik felé barátságosan, na ezek a jó terápiás kutyák, vagy ha félve kikerüli, elkerüli az embert, az már nem szerencsés. Tehát ez a szűrőrendszernek az egyik része. Nagyon fontos, hogy ezeken átmenjen a kutya, és csak ez a nagyon részlet, minden részletébe kiterjedő képzés csak ezek után kezdődhet el. Általában ugye ezek akkor a labrador, német juhász, ezek a fajták, mik kellene? Igen, mert igazából azt mondják, hogy egy jó segítő kutya, az már a tenyész vérvonalába is benne van. Hogy a szülők is segítő kutyások voltak-e, ugye a genetikával azért idővel beilleszkedik a génállományba is, hogy átadják a szülők a segítő kutya
génállományukat a gyermekkutyáknak, de azért ismerek olyan kutyákat, akik befogadott kutyából alakultak ki, segítő kutyákként, rengeteg munkával. Tehát ez azt jelenti, hogy a gazdinak napi 4-5 órai munkájába is telik egy ilyen kutyának a képzése, a tréningezése, hogy ő segítő kutyává válhasson. Legutóbb a Majálison voltak jelen, amikor egy bemutatót tartottak. Mikor várható újabb bemutató? Nagyon örülünk a rengeteg meghívásnak, és már ősztől sajnos egy pár meghívást vissza kellett mondani. Nagyon-nagyon népszerűek kezdünk lenni, aminek nagyon örülök, mert gyermekközpontúak is a kutyáink, és amint láthatják ugye a bemutatóinkon, hogy 100%-ig biztonságos gyermekkompatibilis az összes kutya, mivel lent a tréningtelepen is, a területünkön is minél több gyermeket várunk szeretettel mindig, hogy simogassák tréning közben is a kutyákat, együtt dolgoznak, és ezért azok a kutyák, akik esetleg még nem biztonságosak, nem is szerepelnek, nem is tudnak szerepelni ezeken a bemutatókon, sajnos, de idővel reméljük, hogy ők is csatlakozhatnak. Hogyan lehet a kutyánál a helyes viselkedést kialakítani, milyen megerősítést várnak ők el? Ugye említette a simogatást, jutalomfalat, ezekkel lehet őket motiválni? Igen, a simogatás, jutalomfalat, hangdicséret, tehát a hangsúly nagyon fontos a gazdiknál. Vannak olyan gazdik, akik még bátortalanul beszélnek a kutyáikhoz, és ott a gazdikat is rendszeresen tréningeznem kell, hogy hangsúlyozza a kutyának, hangosabban beszélj, hallja, hogy mit mond, és a legfőképpen későbbiekben nagyon fontos a játék. A játék, az apportnak a pozitív megerősítése, az apporttal való pozitív megerősítés, ugyanis nem mindig van nálunk jutalomfalat a hétköznapokban, nem tudunk a boltba beugrani 10 deka párizsiért, viszont egy labda, egy kis plüssjáték, amit csak akkor vesz elő a gazdi, amikor jutalmazni kell a kutyust, ez is tökéletesen megfelel a jutalmazásra. Aki szeretne örökbe fogadni egy kutyust, mire figyeljen, mennyi idővel kell rendelkeznie, hogy ugye tudjon foglalkozni vele napi szinten? Elsősorban, aki örökbe szeretne fogadni kutyát, aminek nagyon örülök, hogy egyre népszerűbbé válik, érdemes egy szakemberhez fordulnia, vagy olyan civil szervezetektől, olyan alapítványoktól örökbe fogadni kutyát, akik már ideiglenes befogadónál szocializálódtak. Mert ezek a kutyusok jobban fel vannak készülve a hétköznapi külvilági életre. Hogyha esetleg igazából sérült kutyát szeretne egy gazdi örökbe fogadni, és esetleg bemegy az illatos útra, mert onnan is nagyon népszerűek most már az örökbefogadási akciók, aminek nagyon örülök, akkor elsősorban érdemes egy ilyen kutyaiskolát megkeresni, aki erre specifikálva kezdi vele a képzését, akár csoportosan, akár egyénileg. Hogyan lesz valakiből kutyatréner, kutyakiképző? Ha valaki szeretné ezt elkezdeni, akkor hogyan vágjon bele? Hát minden esetre érdemes csatlakozni egy kutyaiskolához, ahol látja, hogy mennyire összetett egy ilyen kutyakiképzés, mert nem arról van csak szó, hogy a kutyust kiveszük a gazdi kezéből, és elkezdjük kiképezni, hanem arról van szó, hogy a gazdit kell megtanítani a kutyájával együttműködni. Hát akkor elsősorban az emberi kommunikációra épül mindenképpen. Bizony. Így van. Ez a legeslegfontosabb, és ezt szeretném már, hogyha a kutyakiképzőknek a oktatásában is, ugye akár az OK és oktatásokon is, hogy a kommunikáció az egyik legfontosabb dolog, hogy a gazdikkal tudjanak, mindenféle gazdikra fel legyenek készülve, hogy le tudják üzenni a trénerek, hogy mit szeretne az a kutya. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és elfogadta a meghívásunkat, és megosztotta velünk ezeket az információkat. Nagyon szívesen. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva várom Önöket, viszontlátásra!